Köszöntöm a nézőket! A körképben a hét legfontosabb eseményeit láthatják újra. Tartsanak velem! Kedden délelőtt lezuhant a Germanwings fapados légitársaság Barcelonából Düsseldorfba tartó járata a francia Alpokban, 150 emberrel a fedélzetén. A francia köztársasági elnök közölte, nincs túlélője a szerencsétlenségnek. Apró darabokra tört a Germanwings Barcelonából Düsseldorfba tartó járata a francia Alpokban. Az Airbus A320-as repülőgép katasztrófájáról egyenlőre csak néhány légi felvétel készült. Az utasszállítón 144 utas és 6 fős személyzet tartózkodott. A gépmenetrend szerint 9 óra 35-kor indult volna a spanyolországi Barcelonából, de fél órás késéssel szállt fel. Nem sokkal délelőtt kellett volna landolnia a németországi Düsseldorfban. A járat 11 órakor tűnt el a radarokról. A francia Alpokban lezuhant. A roncsokat a francia csendőrség két helikopterrel kereste és 2000 méter magasságban találta meg. A 144 utasból 45 volt spanyol, a többi német állampolgár lehetett. Az eddigi információk szerint nincs túlélője a tragédiának. A francia köztársasági elnök felvette a kapcsolatot a német kancellárral és a spanyol királlyal. Angela Merkel német kancellárt megrázta a szerencsétlenség híre, lemondta hivatalos programjait. Meine Gedanken und meine Anteilnahme, auch die der ganzen Bundesregierung, sind jetzt bei den Menschen, die so jäh ihr Leben verloren haben. Unter ihnen auch viele Landsleute. Das Leid ihrer Familien ist jetzt unermesslich. Wir setzen alles daran, dass sie die Hilfe und den Beistand finden, die es in solchen Stunden geben kann. A lezuhant 24 éves gép a Lufthansa-nál állt forgalomba 1991. februárjában. A Germanwings 2003 óta üzemeltette. A cégnek 81 gépes flottája van. A gépek átlagos életkora 9,2 év. A társaságnak eddig egyetlen gépével sem történt légi katasztrófa. Megtalálták a Franciaországban lezuhant repülőgép egyik fekete dobozát, amely a pilóta kabinban rögzítette a hangokat. Előzőleg azonban megállapították, a Germanwings légitársaság gépével hétfőn technikai gondok adódtak. A francia hatóságok annyit leszögeztek, nem terrortámadásról van szó. Spanyolország és Németország háromnapos gyászba borult. Az embereket mélyen megrázta a barcelonai düsseldorfi járat katasztrófája. A nyomozás illetékesei a baleset helyszínén megtalálták azt a fekete dobozt, amely a kedden lezuhant Germanwings pilótafülkőjében elhangzott beszélgetéseket és hangokat rögzítette. A berendezés megrongálódott, ennek ellenére azonban szolgálhat információkkal, vélik az illetékesek. A beszélgetéseken és az esetleges vészjelzéseken kívül a motorok működésére is következtethetnek. A baleset körülményeinek pontos meghatározásához azonban a másik fekete doboz adataira is szükség van, amely a repülés minden fontosabb adatát, így a sebességet, magasságot, irányt rögzítette. Az is kitudódott, hogy az Airbus A320-as típusú géppel hétfőn technikai gondok akadtak, órákig vesztegelt a düsseldorfi repülőtéren. Ezt a Germanwings anyavállalata, a Lufthansa is megerősítette. Elmondták azonban, hogy a lezuhant gép orrfutóművét fedő szerkezeten észlelt meghibásodást elhárították, és már aznap délelőtt szokásos rendszerint közlekedett. Több Germanwings pilóta azonban lemondta járatát. A Barcelona-Düsseldorf útvonalon közlekedő Germanwings járaton 150 ember tartózkodott, 144 utas és 6 tagú személyzet. A repülő kedd délelőtt egyelőre ismeretlen okokból 18 percig tartó süllyedést követően egy hegyoldalnak csapódott Franciaország déli részén az Alpokban. A repülőgép törmelékei másfél hektáros területen szóródtak szét, ami arra utal, hogy az ütközés nagy erejű volt, de robbanás valószínűleg nem történt. Senki sem élte túl a balesetet. A helyszín nehezen megközelíthető, gépjárművel nem lehet oda eljutni. A 380 fős mentőlakulatnak és a több mint 300 csendőrnek közel 4 hektáros szakadékos hegyoldalt kell átfésülnie. A nap folyamán 10 orvos szakértőt és 3 antropológust is a helyszínre hívtak, akik a holttesteket fogják azonosítani. Rajtuk kívül pszichológusok és ápolók is érkeztek a francia Alpokba, az áldozatok hozzátartozóit fogadják egy iskolában kialakított halottas házban. Családanyák, gyerekek, üzletemberek is az áldozatok között vannak.
A gépen 67 német állampolgár volt. Egy németországi gimnázium számos tanulója és két tanár is a gépen utazott, akik egy spanyol nyelvi kurzuson vettek részt. A spanyol kormány tájékoztatása szerint 45 spanyol utazott a járaton. Ez az adat azonban nem hivatalos. A következtetést az utaslistán szereplő nevekből vonták le. Argentina és Mexikó is megerősítette, hogy állampolgáraik utaztak a gépen. De három kaza, két japán, két kolumbiai, két ausztrál, egy holland, dán, török és izraeli utasa volt a repülőnek. Háromnapos országos gyászt rendelt el a spanyol és a német kormány a franciaországi tragédia áldozatainak emlékére. Nem műszaki gondok miatt zuhant le kedden a Germanwings gépe. A balesettel kapcsolatos vizsgálatot folytató marseilli főgyész közölte, szándékosan vezethette neki a hegynek a másodpilóta a gépet. Ezt a fekete doboz bizonyítja, amelyen a becsapódás előtti 30 perc hanganyaga is hallható. A legújabb információk szerint a lezuhant gép kapitánya utazási magasságon robotpilótán hagyta a gépet, hogy addig elmehessen az illemhelyre. A másodpilóta ezután átvette az irányítást a repülő felett. Amikor a kapitány vissza akart térni a pilótafülkébe, a társa nem nyitotta ki neki az ajtót. A másodpilóta a földi irányítás hívásaira sem reagált. Akkor sem intézkedett, amikor bekapcsolt a föld közelségét jelző vészjelzés. A fekete doboz hangfelvételén egészen a becsapódásig hallatszik a másodpilóta légzése, sóhajtása, ami azt jelenti, hogy a férfi az utolsó pillanatig életben volt. A francia ügyészség szerint a gép utasai csak a becsapódás előtt fogták fel, mi is történik. Kiáltásokat lehetett hallani a fekete doboz hangfelvételén. A főügyész szándékos emberölés miatt indít vizsgálatot. Mindkét pilóta német állampolgár volt. A 28 éves másodpilótát Andreas Lubitznak hívták. A német Lufthansa tulajdonában lévő Germanwings légitársaságnak a keddi dél-franciaországi katasztrófa előtt nem volt balesete. Illetékesek szerint azonban a cég gépein korábban több alkalommal okozott gondot a pilótafülkében terjengő ismeretlen eredetű émeítő szag. 2010. december 10-én a Germanwings Bécsből Kölnbe tartó járatán a pilóták majdnem elveszítették az eszméletüket az Airbus A319 pilótafülkéjében, mert mérgező, érdekes szagú gáz áramlott be oda. Rendkívül szennyezett a Duna. Derül ki a Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság kezdeményezésére készült felmérésből. Az eredményeket egy osztrák folyóirat hozta nyilvánosságra. A hír kapcsán felkerestük az újvidéki polgárokat, vajon testközelből mennyire helytállók a felmérések. Szemét a folyóparton és a víz tetején is. Így néz ki Újvidék mellett a Horgász-sziget dunai és kisdunai része. A kis hajók, csónakok egyes tulajdonosai nem sokat törődnek a környezettel és a tisztasággal. A szennyvíztől felgyülemlett baktériumok és káros anyagok nagy veszélyt jelenthetnek az élővilágra. Radko Veselinovics nyugdíjas kapitány szerint a téli és koratavaszi hónapokban jóval tisztább a víz, mint nyáron. Szári voda malo csisztia, nek što je bila. A u letnom periodu bude malo vode, pogotovo u kanalu. A Dunav je sad malo čisti na odnosu na letni periodi. Nema ljudi, nema zagađivača. Az évtizedes szennyezéssel a folyó halálománya is veszélyben van. Slobodan Navratil 40 éve él a Duna mellett. Valamikor hobbi halász volt. Primećujem po ljudima koji se profesionalno bave da odustaju od bavljenja profesionalnog, alaši mislim, jel? Možda i zbog skupog zakupa, mislim, jel, odnosno godišnje rente, ali ove, i oni se žale da im se ne isplati to, zato što ne mogu da pokriju ulovom dažbine koje imaju. A nemzetközi vizsgálat rámutatott a folyóvíz baktériumoktól és más káros anyagoktól eredő szennyezettségére is. Meglepő módon a baktériumok jelentős része kábítószerektől származik. A Vajdasági Közegészségügyi Intézetben is érdeklődtünk, de ott nem akartak kameránk elé állni, csak közleményben nyilatkoztak nekünk. A közleményben pedig az áll, hogy az intézet csak a nyári idényben végez a nyilvános fürdőhelyeken bakteriológiai vizsgálatokat. Tavaly a minták 23%-ában mutattak ki olyan elváltozást, amely miatt a Dunavize alkalmatlan a fürdésre. Komolyabb laboratóriumi vizsgálatokat közleményük szerint nem végez az intézet.
Az orosz élelmiszer ellenőrzési ügynökség azt gyanítja, hogy Szerbia lengyel almát is exportál Oroszországba. Ez miatt akár teljes tilalmat rendelhetnek el a szerbiai gyümölcsökkel szemben. A Horgosi Almatermelők Szövetkezetének tagjai elmondták, a legnagyobb gondot az jelenti, hogy kétes hátterű felvásárlók folyamatosan megpróbálnak visszaélni a helyi gazdák papírjaival. Serfőző Jenő évek óta ad el almát olyan felvásárlóknak, akik Oroszországba szállítanak gyümölcsöt. A horgosi termelő elmondta, hogy az illetékes hatóságok az elmúlt hónapokban intenzívebben ellenőrzik, hogy az exportot végző cégek valóban annyi almát vettek, amennyit a papírjaik alapján kiszállítottak. Emellett folyamatosan vizsgálják a kivitelre szánt alma eredetét is. Vettünk annyi almát, mint amit exportált, illetve hát aztán a dokumentációt is szeretnék ők is átlapozni, hogy, mert ugye itt minden bejegyzett gazdaságon belül megvan az is, hogy hány fa van, meg milyen parcella számon termett, akkor mennyi hozam is elképzelhető, meg még hát olyan is evidenciában van, illetve hát a növényvédelmi naplónál az is fel kell, hogy legyen tüntetve, hogy hol tárolódott az az alma, tehát ennek az almának nyomon követhetőnek kell, hogy legyen. Farogó Imrével telefonon beszéltek az állami felügyelőség tagjai. Arról kérdezték, hogy tudja-e a cég nevét, aki tőle felvásárolta az almát. Ő a gyümölcseladás feltételeiről közvetítőkön keresztül tárgyalt, nem volt közvetlen kapcsolata a céggel. Eddig nem tud róla, hogy bárki is visszaélt volna adataival, papírjaival. A horgosi gazda szerint nagy kárt okoznak a termelőknek azok, akik a visszaéléseket elkövetik. Nem is a termelőkkel volt itt a probléma, hanem ezekkel a viszonteladókkal, akik visszaéltek ezekkel a termelőknek a papírjaival. Én, akinek eladtam az almámat, előre kijelentettem neki, hogy tudok erről a kétes üzletekről, az én árumé felelek, azt le tudom papírozni, de nehogy idegen kézbe kerüljenek a papírjaim. Egyelőre nem is történt ilyen visszajelzés, hogy az én nevemen ment volna ki más árulja, de a felügyelőség minden céget, aki szállít ki az orosz piacra, úgy tűnik átvilágít. A horgosi szövetkezetet felkereste egy újvidéki férfi, aki almát nem akart vásárolni, de azt kérte, hogy egy bizonyos mennyiségű termésre állítson a kineki számlát. Hogy mi volt a terve, azt nem tudjuk. A helyiek szerint kétes ügyletre szerette volna felhasználni a szerződést, és így bizonyítani, hogy az ő almája, amit máshonnan szerzett be, horgosi eredetű. Az utóbbi 6 hónapban többször lehetett hallani arról, hogy Szerbia hamis papírokkal újra exportálja az Európai Unió területéről beszállított gyümölcsöket. Ez közvetlenül veszélyezteti a szabad kereskedelmi megállapodást. Az országnak kötelezően bizonyítania kell, hogy a kivitelre szánt alma mennyiség legalább 50%-a szerbiai eredetű. Ha valóban bebizonyosodik a gyanú, hogy Szerbia túl nagy mennyiségű kétes eredetű almát szállított Oroszországba, akkor az következményekkel is járhat. Az illetékesek szerint azonban arról még nincs szó, hogy teljesen felfüggesszék a két ország közötti szabad kereskedelmi szerződést. Ezen túl még szigorúban ellenőrzik az Oroszországba való kivitelt, jelentette ki a szerbiai RTV műsorában Rasim Ljajić, szerb kereskedelmi miniszter. Véleménye szerint nem áll fenn annak a veszélye, hogy megtiltják a szerb termékek orosz piacra való szállítását. Az Európai Unióból származó termékekre bevezetett orosz szankciók óta 48%-kal megnőtt az alma behozatal Oroszországba Szerbiából. Ezt a szerbiai kereskedők saját hasznukra fordították, mivel Lengyelországból kilónként 30 eurócentért tudták behozni, a Szerbiában 40-50 eurócentért kapható almát. Lengyel és az olasz alma, akik a legnagyobb almatermelők Európában, az ő almájuk nem juthat ilyen körülmények között az orosz piacra, és hát ez adott okot arra, hogy az itteni kereskedők ezt a helyzetet kihasználva olcsó lengyel almát Szerbiába beszállítva szerb almaként szállítsák az orosz piacra. Az elmúlt napokban nagy port kavart, hogy az orosz élelmiszer ellenőrzési ügynökség azt gyanítja, hogy Szerbia lengyel almát is exportál Oroszországba. Ezért akár teljes tilalmat rendelhetnek el a szerbiai gyümölcsökkel szemben. Az északbácskai termelők nagyban függnek az orosz piactól. Minimum 60-70%-a Oroszországba
talál gazdát, és hogyha itt az áru a nyakunkban marad, akkor bizony a feldolgozóipart meg szóval el tudom képzelni, hogy mert még mindig elég nagy mennyiségű alma van raktáron. Rasim Jajic szerb kereskedelmi miniszter szerint nem áll fenn annak a veszélye, hogy megtiltják a szerb termékek orosz piacra való szállítását. A szerbiai RTV műsorában elmondta, hogy a Szerbiában megtermelt alma mennyiségéről és ennek az Oroszországba való kivitelének arányáról a moszkvai szerb nagykövetség időben elküldte a kért kimutatást, de ezt csak néhány nappal később találták meg az orosz hatóságok. Ígérete szerint ezen túl még szigorúbban ellenőrzik az oroszországi kivitelt. Svaka isporuka odavde unapred prati dakle certifikat, tako da ruski granični odnosno carinski organi će moći da provere da li je taj certifikat zaista izdat u Srbiji ili kao što je bilo ranije slučajeva i to nisu naši radili. Radili su neki drugi izvoznici odnosno trgovci iz trećih zemalja da falsifikuju naše certifikate da bi robu iz recimo Poljske mogli da plasiraju na rusko tržište. A további komunikációs zavarok elkerülése érdekében a jövőben a szerb gazdasági minisztérium minden kivitellel kapcsolatos dokumentumot elküld az orosz mezőgazdasági és gazdasági minisztériumnak és a belgrádi orosz nagykövetségnek is. Aláírták a Szabadkai zsinagóga épületének kezeléséről és használatáról szóló megállapodást a zsinagóga alapítvány tagjai. Az önkormányzat, a zsidó hitközség és a Magyar Nemzeti Tanács közösen irányítja majd a szecessziós épület felújítását, illetve határozza meg a művelődési tartalmakat. Kiírták a közbeszerzési pályázatot a zsinagóga északi homlokzatának a felújítására. A munkálatok májusban kezdődhetnek, a belső felújítással párhuzamosan. Így 2017-re régi pompájában tündökölhet a zsinagóga. Ellátták kézjegyükkel és kézfogással nyugtázták a felek a megállapodást a városházán. A zsinagóga épülete továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. Az önkormányzat fogja irányítani a folyamatot, ez az önkormányzatnak a döntésé nélkül semmilyen olyan döntés nem történhet, vagy nem hozható a zsinagóga épületével kapcsolatban, ami nem az önkormányzatnak az érdeke, és nem a szabadkai polgárnak az érdeke. Ugyanezek a döntések teljes mértékben kell, hogy akceptálják a zsidó közösségnek az érdekeit, és a Nemzeti Tanácsnak a beruházással kapcsolatos érdekeit is. Az 1970-es években bedőlt az objektum egyik kupolája, és az épület majdnem összedőlt. Felújítása azóta is tart. Most a 40 éves folyamat végéhez érkeztünk, fogalmazott Szabados Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke. Remélem, hogy a jövőben a zsinagógának a rendeltetése, a zsinagógának a működtetése úgy szintén olyan szép és eredményes lesz, mint ahogyan elkezdődött 1902-ben, amikor megépült. A Szabadkai Zsinagóga külsejét már több éve intenzíven rekonstruálják önkormányzati, tartományi, köztársasági és nemzetközi támogatásokból. A magyar kormány most 500 000 forinttal, mintegy 1,5 millió euróval támogatja az objektum rekonstrukcióját. Egy olyan alapítvány veszi kezébe azokat a programokat, amelyek ott megvalósulhatnak, mint amilyen a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, és hát mindhárom ma aláíró fél megtalálja maga érdekeltségét, fontosságát. Az UNESCO 1989-ben javasolta, hogy nyilvánítsák az épületet a világkulturális örökségének részévé. 1990-ben pedig bekerült Szerbia kiemelt jelentőségű műemlékei közé. A NATO bombázás áldozataira emlékeztek meg kedden Szerbia szerte. A légicsapások megkezdésének 16. évfordulóján szervezett központi állami ünnepség szimbolikusan 19 óra 58 perckor kezdődött Belgrádban. Az évfordulón az államvezetőség képviselői, családtagok és kollégák helyeztek el koszorúkat az emlékművekre. Országszerte a NATO bombázás áldozataira emlékeznek. Tomislav Nikolić köztársasági elnök Alekszi Nadzon helyezte el a kegyelet virágait. Azt üzente, Szerbia megbocsát, de nem feledheti el azt, ami történt. Kiemelte, az ország más államok szuverenitását, a nemzetközi törvényeket, az igazságot is védte, amikor harcba szállt az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetével. Otkako su prve NATO bombe pale na naše gradove i sela, u njima na škole, bolnice, fabrike, televiziju, kasarne, čak i na ambasadu Narodne Republike Kine, izvan njih, na naše njive, aerodrome, mostove,
i pruge. Kada im se učinilo da to nije dovoljno, gađali su naše kuće i u kućama naše najveće blago, našu decu. Nebojša Stefanović belügyminiszter tiszteletét fejezte ki a tárcája 1999-ben elesett tagjai előtt. Leszögezte, a nép sohasem feledkezhet meg bátorságukról és áldozatukról. 167 rendőr vesztette életét a 78 napos NATO bombázásban. Kada god je bilo teško, srpski policajci bili su prvi na liniji odbrane svoje zemlje i svog naroda. Uvek su bili nepokolebljivi i neustrašivi, mareći uglavnom više za živote drugih nego za sobstvene. Belgrád polgármester helyettese Andrija Mladenović a Tasmajdani parkban lévő Miért emlékművet koszorúzta meg. Ugyanitt gyertyát gyújtotta a szerbiai RTV szerkesztőségének 16 munkatársáért, akik a bombázás pillanatában az épületben tartózkodtak. Gađanje RTS-a jeste jedan szimbol na koji način i kako je ta akcija sprovođena i kako je bombardovana naša zemlja 99. godine. To je jedna velika opomena za ceo svet da ovako nešto više nikada ne sme nikome da se ponovi, ni jednoj zemlji, ni jednom narodu. Kedden Szerbia és Koszovó több helyszínén is megemlékeztek az áldozatokról, felvonulást és tiltakozást is szerveztek. A központi rendezvényt kedden 20 órakor tartják Belgrádban, a szerbiai katonaság vezérkarának lebombázott épülete előtt. A történelmi Magyarország 50 jelentős épületének kicsinyített másod tekinthető meg a Murahalmi Mini Hungary Parkban. A Szabadtéri Makett Múzeum lehetőséget ad a látogatóknak, hogy közelebbről is megismerhessék történelmünk egy-egy olyan jelentős épületét, amely 1910 előtt épült. A történelmi Magyarország műemlékeit mutatja be a Szabadtéri Makett Múzeum. A makettek között találhatók várak, kastélyok és templomok, de többek között a szabadkai városháza is. Az épületeket a kultúrtörténeti értékeik alapján válogatták ki. Az Egri vár, a Tihanyi apátság és a parlament csak néhány a legnépszerűbb makettek közül. Fél száz épület kicsinyített másra tekinthető meg a szabadtéri kiállításon. Az objektumok mindegyike jelentős szerepet játszott a történelmi Magyarországon. Nagyon tetszik. Most tudtuk meg, hogy nemrég nyílt, egy összem a héten. Hát azért még biztos, hogy nagyon sok jó is lesz. Most is nagyon szép és nagyon hasznos, főleg, mert azért egy kicsit a történelmi emlékeket az emberbe felidézi. Kastélyok, műemlékek, paloták, templomok, várak adnak esztétikai élményt és hozzák élő közelségbe a régi időket a látogatók számára. Kortól függetlenül a park izgalmas kikapcsolódást nyújt mindenkinek. Azt gondolom, hogy nem is igazán a felnőtteknek lesz ez érdekes, hanem a gyerekeknek, mondjuk nem az ilyen korúaknak, mint az én unokám, hanem az iskolásoknak, akik rengeteg mindent meg fognak itt tanulni a magyar történelemről. Dlusztus Imre, a múzeum igazgatója 2009-ben álmodta meg a parkot, a kivitelezés több évig tartott. A kezdettől fogva az volt a tervünk, hogy minél több a történelmi Magyarországhoz kötődő műemléket, várat, kastélyt, templomot és középületet hozzunk ide. Lehetőleg arányosan. Az arányosság azt jelenti, hogy a trianoni határon belülről és kívülről is megfelelő mennyiségben mutassunk be műemlékeket. A másik fontos arány a történelmi múlt volt. Az aprólékosan kimunkált makettek 1:25-ös méretarányban készültek el. Csupán két kisebb műemléket, az Árpád emlékművet és Petőfi szülőházát mutatják be 1:10-es léptékkel. Az idegenforgalmi látványosság kialakítása mintegy 650 millió forintba került, mely összegből 436 millió forintot az Európai Unió biztosított. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!